Az ember azért talál rá a történetek kínos, traumatikus csomópontjaira, mert azok nem hagyják magukat háttérbe szorítani, septében elföldelni. Závada Pál idézetével köszöntöm kedves nézőinket mai 698. adásunkban. Bevezető idézetünk mai műsorunk fő témájára utal, egy nem mindennapos kiállítás megnyitójára a Pancsovai Városi Könyvtár előcsarnokában. A Gulág emlékév alkalmából készült fénykép és dokumentum kiállítást magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-től 1956-ig címen ez év január 30-án nyitotta meg dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete. Előtte azonban Budapestről hozunk beszámolót, ahol a Világi Manap előkészítő konferenciája volt, melyen műsorunk szerkesztője is jelen lehetett. Ehhez kapcsolódik az a magyar feliratos kisfilm, melyben a Világi Manapi program Fülöp-szigeti készítői felhívást intéznek az együtt imádkozásra. Műsorunk folytatásában régebbi rendezvények műsorszámaiból készítettünk egy kis válogatást. 698. adásunkhoz mindenkinek jó vételt kívánunk! Nézőinknek a korábbi években rendszeresen beszámoltunk a Világi Manap mozgalmáról, melyet minden év március első péntekén tartanak a különböző keresztény felekezetek szerte a világban. E műsor szerkesztőjének idén alkalma volt Budapesten részt venni ennek az eseménynek az előkészítő konferenciáján. Az idei Világi Manapi liturgiát és programot a Fülöp-szigeteki keresztény nők készítették el. A budapesti összejövetelen több mint 100 képviselő jelent meg, legtöbben Magyarországról, de a Kárpát-medence más vidékeiről is. Az igei köszöntő után részletes beszámolót hallhattunk a Fülöp-szigetekről történelmi, földrajzi, gazdasági, vallási szempontból. A nap legérdekesebb és legmegragadóbb eseménye egy személyes élménybeszámoló volt, amikor a Magyarországon élő filipino Banfi Sales Root N beszélt országáról, az emberekről, hogyan élnek, dolgoznak, és hogy a sok-sok nehézség és szegénység ellenére az emberek mindig mosolyognak és nem panaszkodnak, mert hittel és reménységgel tekintenek a jövő felé. A nagy részt katolikusok lakta országban, az emberek életében első helyen Isten van, azután pedig a családuk. Mesélt arról, hogy a pár évvel ezelőtti Haiyan, vagy ahogyan ott nevezik, Jolanda tájfun írtózatos pusztítása után, amikor több mint 6000 ember meghalt és 16 millió megsérült, az emberek nem estek kétségbe, hanem azután is hitbeli bizonyossággal várták a jövőt. Az idei Világi Manap vezérigéje a következő. Igazságtalanul bánok én veled? A Máté evangéliuma 20. fejezetének 13. verse alapján. Az alkalmon énektanulás is volt, amikor a liturgikus füzetben található, magyarra fordított eredeti énekeket gyakorolhatták a jelenlevők. A mi tájainkon is már több évtizedes hagyománya van a Világi Manapnak, így reméljük, hogy idén is beszámolhatunk majd az ilyen összejövetelekről. The World Day of Prayer is celebrated in 170 countries around the world, and Philippines is only one of the countries that celebrate. In 2017, we are going to focus in the Philippines. The Philippines was chosen as the 2017 World Day of Prayer Writer Country. And our theme is on, Am I Being Unfair to You? That is on economic justice, based on Matthew 20, verses 1 to 15. We need to support the World Day of Prayer because as women working on the ground,
There are so many women who are hurting. There are so many women who are distressed every day from everyday life, and they have nowhere to turn to. And the World Day of Prayer is one of the venues that could be uplifting to these women. There is a need to heal the women who have undergone trauma. As a woman, I have also undergone trauma in my marriage as an abused woman, and maybe somewhat in this way, I could also be of help in healing other women just like me. And we would like many people to get involved, because this is one way of helping them in their hurts and in their situation that is not so desirable, so that we will be able to uplift their plight and help them in a way through biblical counseling and through the reading of the Bible. 2017 March will be a very, very crucial and interesting event, because it will be the gathering of trainers training to be trained to do some work of healing, ministering to those who are in need, and especially for the vulnerable people, women, youth, and children. Women look to other women for support, not only in finances, but also in their spiritual and their psychological life. We need to be able to portray and to express the passion and the love of God through this kind of work. I encourage women in the Philippines, the Filipino women, to come join and participate in the celebration on March 3, 2017, as we are joining the other women of over 170 countries praying together with us and for us. Poncsúván, a városi könyvtár előcsarnokában került megnyitásra január 30-án egy emlékkiállítás, amely a Gulag emlékév alkalmából készült, magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-től 1956-ig címen. A jelenlevőket Bosznis Deján, a városi könyvtár igazgatója köszöntette, majd átadta a szót Rutár Nemanyának, a Városi Tanács kultúráért és az ifjúságért felelős tagjának. Ezt követően dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete mondott megnyitó beszédet. Mindenekelőtt szeretném megköszönni Pancsova városának, hogy helyszínt biztosít a Magyar Nagykövetség kiállításának, amely a gulág táborokban szenvedő honfitársainknak állít emléket. Olyan magyaroknak, akik egy beteg elme áldozatai lettek. Egy olyan beteg elmének, amelyik azt gondolta, rabszolgamunkára alapozva fel lehet építeni egy rezsimet, amely valójában működésképtelen. Nekünk azonban nem csak lehet, de kell is arról beszélnünk, hogy több százezer honfitársunk mit élt át, hogyan szenvedett éveken keresztül. A múlt áldozatainak emlékét ápolnunk nem csak lehetőség, hanem kötelességünk is. Emléket kell állítanunk azoknak a honfitársainknak, akik származásuk, vallásuk miatt kerültek a kommunizmus lágereibe, vagy csupán azért jutottak oda, mert rosszkor voltak rossz helyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kiállítást azzal a céllal hoztuk létre, hogy az áldozatok emlékét ápoljuk, gondozzuk, és egyben minden érdeklődő pontos, korrekt képet kapjon a magyar történelem egyik legsötétebb korszakáról, hogy ez a tragikus időszak soha ne ismétlődjön meg. A kiállított anyag megtekintése után szóra kértük a nagykövet urat. A célunk az volt ezzel a kiállítással, hogy világszerte
a közvélemények megismerhessék a magyar történelemnek az egyik legtragikusabb, legborzasztóbb időszakát. Azt az időszakot, amikor áthatlan magyarokat hurcoltak el különböző táborokba a Szovjetunió területén. Hozzávetőleg 700-800 ezer főre tehető azon honfitársainknak a száma, akiket 1944 és 56 között ilyen táborokba hurcoltak, és ezekben a táborokban tartottak. Hozzávetőleg 450-500 ezer honfitársunknak adatott meg az, hogy hazatérjen. Viszont hogyha azt vesszük figyelembe, hogy ez a 750-800 ezer fő, ez jószerűvel a magyar társadalomnak a 10%-a, illetve figyelembe vesszük, hogy itt családfenntartó férfiakról volt szó, akkor azt mondhatjuk, hogy sajnos ez a szörnyű tragédia a magyar társadalomnak egy tekintélyes részét érintette. Azt gondolom, hogy az utókornak nem csak lehetősége, hanem kötelessége is ápolni azoknak az áldozatoknak az emlékét, akik a gulág táboraiban szenvedtek. A világban az összes olyan nyelvre lefordították a kollégák, és elkészítették a különféle anyagokat, amelyek meghatározóak világszerte, nem csak Európában, hanem a világ többi kontinensein is. Tehát nem csak Európában mutattuk be ezt a kiállítást, hanem szerte a nagyvilágban. Én azt gondolom, hogy viszonylag nehéz lenne az ENSZ 192 tagállama közül olyat találni, ahol nincs magyar külképviselet, és nem mutattuk volna be ezt a kiállítást. Az utókornak ez azért fontos, mert figyelmeztetés, hiszen ma is nagyon sok megpróbáltatás van a világon. Így van, sajnos még mindig vannak olyan országok, bár hála jó Istennek egyre kevesebben, ahol emberi munkára, emberi rabszolgamunkára építenek társadalmi rendszert. Szerencsére egyre kevesebb ilyen van a világon. Ugyanakkor nekünk az a dolgunk, hogy ne felejtsük el azokat a honfitársainkat, akik az egykori gulágon, gulág táborokban szenvedtek. Itt mi nem olyan sokat tudunk ezekről az eseményekről, mint Magyarországon. Miért tartják azt fontosnak, hogy a világon mindenütt ezt megismerjék? A helyzet az, hogy Magyarországon is hosszú évtizedeken keresztül nem nagyon lehetett erről az időszakról, ezekről a táborokról túlságosan sokat hallani, hiszen az akkori magyar politikai vezetésnek az érdekeivel ellentétes volt, hogy kiderüljön valójában milyen munkára épült föl a Szovjetunió nagy része, hogyan épültek föl különböző gyárak, vasutak és különböző üzemegységek. Nyilvánvaló volt, hogy azok az emberek, akik a gulágról hazatérhettek, hosszú évtizedeken keresztül nem beszélhettek arról, hogy őket milyen megpróbáltatások érték, milyen tragédiában volt részük. 1990 óta már sokkal szabadabban és nyitottabban lehet ezekről a kérdésekről beszélni, viszont figyelembe kellett azt is vennünk, hogy valóban a világnak a nagy része, a világ nagy részén a magyar történelemnek ez a tragikus időszaka nem vagy igen kevésbé ismert. Sajnos az emberiség olyan, hogyha valamiről nem tud, akkor azt hajlandó úgy kezelni, mintha meg sem történt volna. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg a világ közvéleményével ezeket az időszakokat is. A mai Oroszországban hogy tekintenek erre? Én nem hiszem, hogy túlságosan büszkék lennének erre, hiszen egy olyan időszaka ez az orosz történelemnek is, ami nem feltétlenül piros betűkkel került be a történelem lapjaira. Nehéz pozitívan beszélni egy olyan időszakról, amely zömében rabszolgamunkára épült. Hogyha megnézzük ezeket a kiállítási anyagokat, akkor azt mondhatjuk, hogy nem volt a Szovjetuniónak olyan közigazgatási területe, ahol ne lettek volna táborok. Nyilván ezeknek a létét ma már tagadni nem lehet, ugyanakkor viszont nyilván senki nem lehet arra büszke, hogy ilyen táborok léteztek. Itt a kiállításon nem csak a magyarok elhurcolásáról, hanem a német lakosságról is szól. Elcsinkert is.
Azt tudjuk, hogy a gulág táboraiban 23 nemzetnek a fiai gyermekei raboskodtak, és túlnyomó részük magyar-német, illetve japán volt. Nagy részük nyilvánvalóan hadifogolyként került ezekbe a táborokba, de hogyha magyar példát veszünk, nagyon sok esetben fordult elő, amit én a megnyitó beszédemben ki is emeltem, hogy sajnos voltak olyan honfitársaink, akik egész egyszerűen rosszkor voltak rossz helyen. Az egyik kiállítási anyag beszél egy 13 éves kisfiúról, akit az édesapjával együtt hurcoltak el, és az édesapja hiába könyörgött a szovjet katonáknak, hogy engedjék haza, hogy legalább az édesanyja a fiúnak, az ő felesége értesülést kapjon arról, hogy az édesapa hova került, nem engedték el. Ilyenkor az emberben azért felmerül, hogy egy 13 vagy 14 éves gyerek ugyan milyen háborús bűnöket követhetett el. Igen, a német lakosság az a II. Világháborút megelőzően úgy Magyarországon, mint pedig a volt Jugoszláviában volt egy tekintélyes lélekszámú német lakosság, akiknek aztán szinte írmagja sem maradt, mert háborús bűnösökké nyilvánították őket. Ugyanazon a beteg gondolatnak az alapján, ahogy magyarjainkat is kollektív bűnösséggel sújtották, hogy a Sajkás vidéken 1946-ban. Ezeket az embereket ugyanúgy válogatás nélkül hurcolták el a gulágra, egy részüket, mint ahogy magyarjainkat. Jól lehet, nagy részüknek semmi köze nem volt sem a világháborúhoz, sem pedig a különféle katonai cselekményekhez. Vannak-e visszajelzések a kiállításokról a különböző helyekről? Az én értesüléseim szerint mindenhonnan pozitív fogadtatásban részesült a kiállítás, illetve a kiállítások. Ez nem is meglepő, hiszen egyrészt egy nagyon jól összeállított anyagról van szó, amely rendkívül sok információt tartalmaz. Másrészt pedig ez az anyag nem vádaskodik, nem akar vádolni senkit, hanem egész egyszerűen az a célja, hogy az áldozatoknak emléket állít. Rutár Nemanja, a Városi Tanács kultúráért és az ifjúságért felelős tagja a következőket emelte ki a kameránk előtt. Minden olyan kiállítás, amely a szenvedésről szól, és minden emlékkiállítás támogatja és ápolja az emlékezés kultúráját. Ez több szempontból is fontos. Elsősorban, hogy az ilyen dolgok, gonosz tettek ne ismétlődjenek meg. Talán mindez az első látásra, amikor elmélyülnek és figyelmesen elolvassák a szöveget, megállapítható, hogy az, ami történt, valóban borzalmas. De éppen az ilyen kiállítások, iratanyagok, amelyeket összegyűjtenek, beszélnek az emberi gonoszság méreteiről, amely állandóan jelen van, és amelyet vissza kell folytani, és vissza kell fogni. A kiállítást a könyvtárba látogatók az elkövetkező 10 napban tekinthetik meg.
katonáknak. Kedves nézőink, köszönjük, hogy idejüket nekünk szentelték. Mai műsorunk ismétlését új időpontban, vasárnap reggel 7:30-kor láthatják, új műsorral pedig mához egy hétre, csütörtökön 13 órakor jelentkezünk. Akkor is számítunk megtisztelő figyelmükre, viszontlátásra! Megszabadultam már én a testi haláltól, és megmenekedtem minden nyavajáimtól, bűntől és ördögtől, és családvilágtól. Az örök lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek, és testemet hagyom ő anyjának a földnek, ez világot pedig az én feleimnek.